polgármesterek és hivatalvezetők is részt vettek azon a szakmai rendezvényen, amelyet a tervezés alatt álló EU-s költségvetésről tartottak a megyeházán. Nem csoda, hiszen mindenkit érint az, hogy 2021 és 27 között melyik területre milyen forrás jut majd. A megyei közgyűlés munkájára is hatással lesz, milyen operatív programok várhatóak a következő uniós ciklusban. A forrás nagyság az, ami leginkább befolyásolja az életünket. A Brexit következtében is, meg más folyamatok eredményeképpen is nagy valószínűség csökkenni fog a Magyarországra jutó forrás, már csak azért is, mert kedvező gazdasági mutatókkal rendelkezünk, mint ezelőtt 7 vagy 10 évvel, és ezt a forrást kell még hatékonyabban, még jobban felhasználni, elsősorban a gazdaság fejlesztése érdekében. Az elnök hozzátette, az új összetételű Európai Bizottsággal is kemény tárgyalások várhatóak. A szerdai eseményen az uniós intézmény hazai képviseletének munkatársa is előadást tartott, aki azt emelte ki, hogy Magyarország továbbra is a közösség egyik legnagyobb kedvezményezettje marad. Beszélt arról is, hogy bár az EU költségvetése kicsi az unió gazdaságához képest, tudnia kell finanszírozni mindazt a közös célt, amelyet a tagországok szeretnének együtt megvalósítani. Közös cél az, hogy legyen egy biztonságos és megfizethető és jó minőségű élelmiszerellátásunk, tehát az agrárgazdaság. Közös cél, hogy a régióink és minden európai polgár hasonló életszínvonalon, hasonló jó életszínvonalon élhessen, tehát a kohéziós politikát. És bizony van egy nagyon sok új, a 21. századnak megfelelő új kihívás, ilyen ugye az éghajlatváltozás elleni küzdelem kihívása, a környezetvédelem, ilyen a digitalizáció, ilyen a migráció elleni küzdelem, annak a menedzselése, a biztonsági megfontolások, de ilyen például az, hogy muszáj, hogy Európa továbbra is egy innovatív gazdaság maradjon, és talpon maradjon egy rendkívül erős globális versenyben. A szakember hozzátette, a munka során sok új kihívással kell szembenézniük, de azt is szem előtt tartják, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, és az eddigieknél rugalmasabb, dinamikusabb és igazságosabb büdzsé szülessen meg. Az uniós ügyekért felelős államtitkár pedig arról számolt be, hogy van ugyan csúszás a költségvetési tárgyalásokban, de idő is van még az új büdzsé életbe lépéséig, addig viszont az operatív programokat is ki kell majd dolgozni a tárcának. Azt akkor lehet érdemben megkezdeni, ha megvannak a fő szabályok, a fő összegek. Úgyhogy alapvetően ebben a fázisban vagyunk ma, az elkövetkezendő időszakban azonban miniszterelnöki szintre fog terelődni a vita, és egy elég nagy nyomás lesz arra vonatkozóan, hogy legyen megállapodás. Nekünk alapvetően az a fontos, hogy minőségi legyen a megállapodás, ami fő vonalaink megjelenjenek, és nem maga a megállapodás gyorsasága elsődleges számunkra. Mint az államtitkár fogalmazott, a költségvetés kidolgozása során minden tagállam érdekeit figyelembe kell venni, a tervezet elfogadásához pedig muszáj lesz kompromisszumot kötniük, ugyanis mindegyik EU-s országnak vétójoga van, így ez Magyarország számára is egy ütőkártyaként szolgál.